Megfiatalított csapatunk ismét remekül teljesített. Bár 30 percig emberhátrányban játszottunk, mégis sikerült itthon tartanunk a 3 pontot a remek idényt futó Kozár Mislen ellen. Vezetőedzőnk szerint fiataljaink megértek az NB2-es szereplésre, bár a munkának még közel nincs vége. De azért még rengeteget kell nekik melózni, és nagyon sok játék lehetőséget kell nekik adni, és akkor, hogy mindig szoktuk mondani, ugye bár, hogy a mindenkori vezetőedző a Ferencvárosnak megnézi, hogy igényt tart-e rájuk, de nyilván először nekik itt kell játék lehetőséget biztosítani, és természetesen minél jobban játszani. A csapat egyik legjobbja ismét Varga Zétény volt, aki a Kozár Mislen elleni jogtalan kiállítás után bizonyára nagyon fog hiányozni a következő mérkőzésen. Kívülről néztem a mérkőzést, és hát nagyon nevetséges szituáció volt ez a második sárga lap, és utána megkapta a piros lapot. Nyilván ez már nem az első eset, ugyebár, hogy a fiatalokat nem nagyon segítik, hanem inkább úgy gondolom, hogy beléjük rúgnak, hiszen ugyanilyen eset volt a Lisztes Krisztián esete is Pécsen. Egy ilyen szimulálás ürügyén megkapta a második sárga lapot és a pirosat, úgy az Zétény is. Mindenképp igazságtalannak tartottam ezt az egészet, de hát a játékvezető így döntött. Nyilván most, hogy ezért az Zétény egy mérkőzést kapott és nem játszhat. Természetesen a játéka hiányozni fog, hiszen egyre jobb formában van. Ugye megcsináltuk a srácok egymás között, megcsináltuk ugye a hónap játékosát, és mindenki egyértelműen őt szavazta meg. Úgyhogy persze, hát hiányozni fog, de ugye most a héten ő az NB3-ban van, hiszen ő a kooperációs szerződéssel az NB3-ban tud játszani, úgyhogy majd vasárnap őt pedig majd nézzük a 11 órától a Népligetben. Fági András hosszú sérülés után térhetett vissza újra a kezdőcsapatba. Jó érzés újra a pályán lenni, rengeteget dolgoztam ezért, dolgoztunk ezért, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt ismét a pályán lenni. Sokszor fiatalabbak játszanak Vági András előtt, ezért ilyenkor az ő szerepe is kicsit komplexebb. Talán velük egy kicsit többet kell beszélni, többet kell őket irányítani, többet kell nekik segíteni, de ezzel semmi probléma nincsen. Szeretem ezt a szerepkört, úgyhogy jól érzem magam benne. Jó, hogyha az ember befogadó fülekre talál, tehát hogyha próbál segíteni az ember, látszik az esetleg a fiatalokon, hogy erre nyitottak, akkor az szerintem egy gyümölcsöző kapcsolat. Hétfőn ismét nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen a lista vezető Nyíregyháza ellen lépünk majd pályára. A Nyíregyháza egy nagyon jó csapat, jól össze vannak rakva, egyénileg is jó játékosokból állnak, úgyhogy csapatszinten a legjobbunkat kell hozni. Jó formában is vannak, úgyhogy nekünk 100%-ot kell hozni annak érdekében, hogy meglepetést tudjunk okozni. Biztos, hogy egy kemény mérkőzésre számítok, de én azt gondolom, és azt mondtam a játékosaimnak, hogyha ők a hozzáállás ugyanaz lesz, mint az utolsó 3 mérkőzésen, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet semmi problémánk. Nyilván jó játékosok vannak a Nyíregyházában, olyan volt NB1-es játékosok, akik a mérkőzéseket döntenek el. Tehát biztos, hogy nehéz lesz, de én azt gondolom, hogy a kis fiatal csapatom azért mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy pontot vagy pontokat hozzunk el. Én azt gondolom, hogy ha mi a saját játékunkra koncentrálunk, a szakmai stáb ki fogja találni, hogy mi a legmegfelelőbb, milyen feladataink vannak, hogy tudjuk megszűrni a leginkább a Nyíregyházának a támadásait, és ezt mi meg tudjuk valósítani majd a pályán, akkor úgy gondolom, hogy nekünk is egy jó csapatunk van, megfelelően összerakva fiatalokból és idősebb játékosokból, hogyha ki tudjuk vinni azt a pályára, amit egész héten gyakorolunk, akkor úgy gondolom, hogy lehet esélyünk. A mérkőzés hétfőn este 8 órakor kezdődik a Balmazújvárosi Városi Stadionban, melyet a Magyar Televízió sportcsatornája élőben közvetít.